madarakat gyógyítunk, hogy visszaadjuk a természetnek azt, ami a természeté. Ő itt, csacsogó, egy egérészőjv. Őt nem tudtuk visszaadni a természetnek, mert egy áramütés következtében elvesztette mindkét szárnyának a nagy részét. Ő most csak így tud köszönteni titeket, legyetek üdvözölve. Amikor elkezdtük, kezdtem egyedül, nem nagyon drukkoltak ennek a tevékenységnek, főleg a szakemberek nem, hogy miért megyünk szembe az evolúcióval, miért akarjuk meggyógyítani, megmenteni azokat a madarakat, amelyet a természet ki akar selejtezni. Miért költjük rá az adófizetők 1%-át? A madárcsont úgyse forr össze, ami persze nem igaz, és ha kikerül a természet, ott úgy csak elpusztul, ragadozók martalékával lesz, ami igaz lehet, és most több ezer műtét után, több ezer szabadon engedett madár után meg kell, hogy köszönjem azoknak a kritikát, akik arra inspiráltak, hogy bebizonyítsuk, hogy igenis meg lehet őrizni a madarak küzdőképességét, hanem akkor vissza lehet nekik adni, és meg lehet őket tanítani arra, hogy a természetnek teljes értékű résztvevői legyenek. Madarakat gyógyítunk, hogy visszaadjuk a természetnek azt, ami a természeté, mert mi vettük el az elektromos vezetékekkel, az autópályákkal, a mezőgazdasági kemizációval, a lelövésekkel, az üveges épületekkel. Olyan kihívás elé állítottuk a természetet, hogy az emberi civilizáció egyre inkább elfoglalta a helyet tőlük, amivel evolúciós mértékben nem tudnak lépést tartani. Egy genetikai tulajdonság rögződése a DNS-ben több ezer, tízezer vagy százezer év, amire kialakul egy olyan vörösvércse alfaj, tud vele a vörösvércse leginkább áramütést szenved, és elveszti szárnyát, lábát, akárcsak csacsagó. Tehát amire kialakul egy olyan vörösvércse alfaj, ami nem száll villanyoszlopra ösztönösen, addigra hol lesz villanyoszlop és hol lesz vörösvércse. Mivel mi hoztuk létre ezeket a dolgokat, mi dolgunk tenni ellene. Ezért hoztuk létre a madárkórházat, ami akkor az országban az egy első és egyetlen volt, most már vannak követőink, és azt a 2 hektáron eltörlő madárparkot, ahol most jelenleg 34 röbdében, 11 kórteremben mintegy 500 madarat gyógyítunk, és évente 3000 madár fordul meg nálunk, melynek jelentős részét szabadon engedjük. Ehhez csatlakozik az országban mintegy 40 olyan mentőállomásunk, ahol 300 önkéntesünk végz ugyanezt a munkát, és további több ezer madarat gyógyít. Itt a Hortobágyi Madárparkban a látogatók folyamatosan szemmel kísérhetik azt a folyamatot, hogy hogyan lesz egy beteg madárból vadmadár. Ez röpdékbe és egy irányba átlátható üvegen keresztül kórtermekbe figyelhető meg, ahol olyan viselkedésbeli változásokat is nyomon követhetünk, amelyek nagyon hasonlítanak a természettől elszakadt városi emberbe viselkedésében bekövetkező változásoknak. Ha megfogadnánk Kassai Lajos lovasíjász intelmeit, hogy tartsd az állatot természete szerint, akkor nem lenne szükség állatorvosokra, se állattenyésztőre, takarmányozástalra. De az állatot kivettük a természetből, több ezer éves domestikációval, leneveltük arról, hogy a természetben éljen, hanem fogadja el az emberi gondoskodást. Ahogy a házi állatok, úgy az ember se tudna már a természetben megélni. Kezdő lovas hazafele ne vágtázzon, tartja a mondás, és nagyon helyes, hiszen aki lovagol, az tudja, hogyha nem képes a lovat visszafogni, akkor az bizony bevágtázik vele az istállóba, és a lovas pedig fennakad a szemöldökfán. Mert a ló bizony nem a virágos réten szeret nyargalászni és békéssel legelészni, hanem a sötét, bűnös istállóba szeret a brakot zabálni. Ez így van. A solymászok is tudják, hogy ott nem több ezer éves domestikáció, hanem pár generációs tenyésztés után azok a
solymászmadarak, amelyekkel vadásznak, amelyeket reptetnek, és jól repül, de hogyha elengedik, akkor az általunk tartott tövekkel együtt, akkor bizony nem a rónák végtelenét akarja maga alatt látni, hanem inkább a rabláncot választja, és beül a stúskóra, és várja a kaját. A sült galambot mi is nagyon szívesen elfogadjuk, amiért nem kell dolgozni. És hogy lehet őket visszaszokatni a természetbe ezek után? Hát úgy, hogy le se szoktassuk őket róla. Tehát vadon tartjuk. Az üveg mögött, ahol nem lát embert, ott egymás társaságában nem szeridül meg. Ha az emberbe megy hozzá, akkor csak megfogja, zavarja, megszúrja, bekötözi, átteszi egy másik helyre, ez neki kellemetlen. Aztán betesszük egy másik olyan helyre, egyik röbde, másik röbde, harmadik röbde, valamit mindig tanul. Az egyikben megtanulja, hogy szálljon villanyoszlopra, mert ráz. Villanypásztorral láttuk el ott a villanyoszlopot a röbdén belül. Féljen az embertől. Legmagasabb pont a kilátótorony. Oda felül a madár, és felmennek az emberek, átzavarják a madarakat az másik térfélre, akik maguk ragadják a kevésbé vadakat is, és előbb-utóbb elvadulnak még azok is, amelyeket mi kézbe letettünk. És minden egyes megfogás előtt egy fegyvernek látszó tárgy seprűnyél bemutatása, karikásos torcsergetéssel a hangimitáció, hogy féljenek a puskától, a fegyvertől, az autótól, autóval körbe, dudálva körbe járjuk a röbdét, mielőtt megfogjuk, és azt, hogyha elengedjük őket, akkor kirepülnek a világból, és nem jönnek vissza. Általában sikerül, van, amelyik szelíd marad, nem lehet elengedni, vagy hogyha megszökik, nem járja végig ezeket a lépcsőfokokat, akkor visszatér, és tápladékot kunyer el az embertől. Inzultálják a munkatársainkat, akik a takarmányos vödörrel járkálnak. Az egyik ilyen nővet genyának nevezték el. Megfogjuk, elviszük 100 kilométerre, másnap itt van. Ugyanúgy, mint Erdélyben Szovátán a medvék, amelyik bemegy a hotelba, meg a kukába kotorászik. Benyugtatózzák, elviszik, az is visszatér. Csacsogó. Így csacsog. Álmomban rét is azt szállt a kertünkbe. Ez velem történt meg, amikor én még kisrác voltam. Amikor még bámultam a felnőtteket, és tudtam azt, hogy egyszer én állatorvos leszek. Az is lettem, és az, hogy egy rét is azt száll a 18. kerületi diófán a kertünkbe, az merő képtelenség volt akkor is, és most is. De most Hortobágyon 14 sas van a kertünkben. Így válnak valóra az álmok. Álmokban rét is szállt a kertünkbe címmel, egy filmet forgattunk Bogyóról. Arról a rét isasról, amelyet mérgezéssel hoztak be, és sikerült meggyógyítani. Átment mindezeken a folyamatokon, amiről beszéltem, megtanítottuk mindenre, szabadon is bocsátottuk. De arra nem tudtuk megtanítani, hogy ne egyen mérgezett csalétket, vagy ne fogjon olyan zsákmányt, amely mérgezett. És egy hét múlva ugyanazzal a mérgezéssel került be, amellyel legelőször. Másodjára is meggyógyítottuk. De már nem engedtük szabadon, mert közben párba állt egy olyan rétisassal, amely árműtés következtében elvesztette az egyik lábát, és műlábban élt tovább. Műlábbal nem lehet elengedni, mert az elromlik, beszorul, gondozást igényel. Hogyha Bogyót elengedtük volna, akkor úgy is visszajött volna a párjához, mert a sasok életre szólóan választanak párt. Madaraknál, mint az állatoknál általában, a hímek a díszesebbek, a szebbek. A röbdében, ahol Bogyó és Luca több másik különböző állapotú alkalmanként nyomorék rétisassal élt együtt. Ott nem volt kérdés, hogy a Schneidig Bogyó lesz az, aki a legjobb a repülés, és őt választja a párja.
De a parlagisas még díszesebb, még szebb, sőt, rámenősebb. Ugye a külalaknál a női nemet még a dominancia, a határozottság vonza, és bizony Luca egy perc alatt átpártolt az új parlagisashoz, faképni hagyva bogyót. Telt múlt az idő, pár hét, pár hónap múlva parlagisas meggyógyult, szabadon engedtük. Luca akkor visszatért bogyóhoz. Ilyenek a nők. Az a férfiak is, hogyha nagy a kísértés, vagy még inkább városban több a kihívás, mint ahogy Örömdében is. A természetben ez nem fordul elő, hiszen a parlagisas és a ritisas más élőhelyen, más táplálkozással, más fészkelőhelyen nem is találkozik egymással. Sőt, egymástól a fészkelő ritisas párlok is mintegy 5 kilométeres távolságot tartanak. De itt a Röbdébe, itt más a helyzet. Mint ahogy a galamboknál is. Ugye a hűség mintaképe. Benn van a korteremben, többi galambbal együtt, és a hím körül udvarolja az összes galambot. Beteszünk egy újat, akkor azt is. De még a hímet is, meg a vörösvércsét is. A gólyák a természetben is, hogyha ők is élethossziglan vannak párkapcsolatban, de hogyha a... Jó van, csacsi. De hogyha az egyik elpusztul, akkor nem marad özvegységére a másik, hanem pár óra alatt, vagy pár nap alatt talál másikat. Ez a természetrendje, követik a természet legnagyobb parancsát, ez a faj fenntartás parancsa, a szaporodás. Azok a madarak, amelyek nem tudnak a társaságba úgy beilleszkedni, hogy a túl nagy társaság nem engedi őket kibontakozni. Mindig van, akinél van erősebb és dominánsabb. És hogyha a sor végére maradnak a nagy csoport miatt, akkor ezek között alakulnak ki a városi emberhez hasonlóan metrosexuálisak, genderek, vagy pedig olyan a rangsor végén levők, akik akár túl agresszívek és bűnözővé válnak, vagy pedig egyszerűen képtelenek a akár még a kórtermen belül életre is. Ezért ki szoktuk szedni a gólyaevő sasokat, és a mindenre rámászó galambot és magánzárkába tesszük. Azokat, amelyek viszont a sor végén vannak, azokat is fel kell hozni valahogy őket, egy olyan társaságba kell elhelyezni, ahol még gyengébbek, még butábbak vannak, és előbb-utóbb rájönnek arra, hogy érdemes küzdeni, és felfelé haladni a ranglétrán. Darwin nem mondta, de ő neki tulajdonítják, őre hivatkozva idézik, hogy nem a legerősebbek, a leggyorsabbak, a legügyesebbek, a legokosabbak maradnak fenn, hanem azok, amelyek legjobban tudnak reagálni a környezet változásaira. A sasok nem ilyenek. Sasok, ők a hősök, akik meghalnak, attól hősök. Ők védik a hazát, de nem tudják azt elfogadni, hogy a traktorozzanak, gombát szedjenek, fát vágjanak, vagy vadászanak a fészkük alatt. Inkább ott hagyja a tojását, és kipusztul. Az őv nem ilyen. Az őv az el kell tudni döntse, hogy ő most küzd, vagy menekül. Valamit ő eszik meg, valaki ő teszi meg. És rengeteg őjünk van különböző sérülésekkel. És a dominanciát nem az határozza meg, hogy mennyire egészséges, hanem az, hogy mennyire van benne meg az akarat. Itt van csacsogó. Nincsen szárnya, nem tud repülni, nem tudja élvezni a széljátékát, de leül a tuskóra, két fűszálat keresztbe tesz, ez a fészke, adatolja a tojását, ráül, és svíjogva űzi el a betolakodókat. Ő nem panaszkodik, nem okol másokat, nem depressziózik, hanem a körülményekhez képest boldog. Mit tanulhatunk a madaraktól? Túlélni minden áron. Tartsunk ki a jogaink mellett. Küzdjünk, ha kell.
kövessük a hősöket, de ne halljunk bele. Törődjünk bele a megváltoztathatatlanba, de mi magunk ne változunk meg nagyon. Térjünk vissza a természethez, és változunk vissza. Legyünk olyanok, mint Csacsogó. Köszönjük a figyelmet!